Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díja minden esetben 4000 forint. Indiai asztrológiával együtt 10000 forint. Amennyiben sürgős a jóslás, hívhatsz telefonon. A videó végén ott van a szám, és az is, hogy mi a díjam ebben az esetben. És most megnézzük az ő gondolatait, az ő terveit. Itt a gólya jelenti a változásokat. Vagy megváltozott a terve, vagy megváltozott a hozzáállása, vagy szeretne valamit megváltoztatni. Ez lehet egy munkahelyi változás, ez lehet egy költözködés, vagy azt is jelentheti, hogy másképp áll hozzád. Mindez, tehát ez a gondolat, vagy ez a terv szerencsét hoz, hiszen itt megjelenik a 4 levelű lóhere. Amit ez a kártya még jelenthet, az idő. Mégpedig április hónapot jelent. Lehet, hogy már most vannak tervei, viszont áprilistól tudja ezt megváltoztatni. A második kérdés, hogy hogyan érzi magát. Vannak nála szép érzelmek, hiszen a lilium virág utal a tisztaságra. És itt a horgony jelenti a biztonság érzetét, ahol ő le tud horgonyozni. A horgony utalhat a munkára, a hivatásra is. Itt tisztázódik nála valami, és ebben az esetben a gólya jelenthet egy munkahelyi változást is. Ami kettőtöket illet, lesz egy szerencsés fordulat, változások, egy stabil párkapcsolat, tiszta érzelmekkel, és tudtok egymással beszélni, tisztázódnak bizonyos dolgok. Mit fog tenni? Itt a kígyó. Jelentheti a gyógyító erőt, vagy a megújulásokat. Az egerek azok eltávolítanak valamit. Ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az lehet, hogy eddig volt nálad, vagy nála félelem, hogy elveszít téged, vagy ő úgy érezte, hogy te félsz attól, hogy te elveszíted őt, és itt most megvan a változás. A gyógyító erő. Amit ez a kígyó még jelenthet, egy hölgy. Vagy az ő múltjából, vagy egy hölgy a te környezetedben, de ez a kapcsolat lezárul, hiszen az egerek felfalják a kígyót. Az egerek eltávolítják ezt a kártyát. Az egerek eltávolítják ezt a nőt. És ez is lehet a változás, a szerencsés fordulat, és így tisztázódik kettőtök között valami. Mi fűz össze benneteket? Itt látható a kereszt, ami jelenti a hitet, hinni kell ebben a kapcsolatban,
Azon kívül jelenthet egy kármikus szerelmi kapcsolatot, egy lelki kapcsolatot kettőtök között, amit a kereszt még jelez, ezek a döntések, hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztuk azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt látható a változás, a megújulás, bizonyos dolgok elmúlnak a múltból, hiszen az egerek ezt eltávolítják, tisztázódik valami, meg lesz a biztonság érzete. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Nagyon örülnék, ha jelentkeznétek erre a csatornára, vagy írnátok egy kommentárt, vagy lájkoljátok ezt a felvételt. Köszönöm szépen, és kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderra!